Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Mai videó témája, hogy hogyan egyszerűsíts, tegyél jobbá egy képet. Erről fogok néhány gondolatot elmondani. A kevesebb több, mondja a mondás, és ez valóban így van, akár zenére gondolsz, akár más művészeti ágra, például építészetre. Nem feltétlenül az a jó épület, ami az összes stílus minden elemével tele van zsúfolva, hanem pont ellenkezőleg leegyszerűsíteni mindent a lehető legnagyobb mértékben, ugyanez vonatkozik a zenére, és ugyanez vonatkozik a mi témánkra, a fotográfiára is. Ha belegondolsz, ahogy jársz a világban, sétálsz, fotózol, nem feltétlenül kell mindenképpen mindent megjelenítened, amit az adott esetben látsz abban a valóságban, hanem ezt kell a saját gondolataid szerint akár a végletekig leegyszerűsítened, és elhagynod a felesleges elemeket, a felesleges részeket, a úgy úgymond, és ezáltal egy sokkal kompaktabb, zártabb kompozíciót létre tudsz hozni. Erre nagyon jó példa a minimalista fotózás, amely ezt a tökéletességre fejleszti, ezt a gondolkodásmódot. Úgyhogy kezdj el úgy gondolkozni, hogy ha képeket készítesz, akkor rögtön már fejedben szülesse meg annak egy olyan verziója, amiben nincsenek ma benne a felesleges elemek. Nem bűn az, hogyha elsőre még telerakod a képet ilyen felesleges részekkel, csak juss el addig a szintig, hogy ezeket utána el tudod hagyni, levágod a képről, vagy úgy helyezkedsz el, odémész egy fél hogy ezek már ne szerepeljenek rajta a képen. Tehát ez a, szerintem a fotográfiában az egyik legnagyobb művészet, hogy erre rá kell érezni, hogy nem kell feltétlenül még akár egy emlékképet se, egy utazási képet se telerakni mindenféle felesleges elemmel, hanem igenis tanuljuk meg azt, hogy hogyan lehet ezeket az elemeket elhagyni a fotóról. Ha ez sikerül expozíciókor, már az egy nagyon jó dolog, ha mégsem sikerül elsőre ezt megvalósítanod, akkor akár utólag a számítógépen Photoshop segítségével ezt le tudod vágni a képről, tehát megfelelően vágva egy képet, azt még fel lehet javítani jó minőségbe, illetve hogyha olyan elem szerepel a képen, ami mondjuk semmiképpen sem lehetett kikerülni, gondolok ott, hogy nem vettél észre valami becsillanást, vagy esetleg valami olyan elemet, ami nem kell, hogy szerepeljen a képen, akkor ezt pedig a klónozóval ki tudod venni a képről. Másik egyszerűsítési lehetőség, hogy nagyon sokan még mindig színesben gondolkoznak, színes felvételekben, színes fotókban, holott az esetek nagy részében nincs szükség színekre. Ha ráérzel a fekete erre a gyönyörű világára, amikor a a tónusokban gondolkozhatsz, a fekete-fehér, illetve a szürke átmeneti tónusokban, akkor nagyon sok lehetőség megnyílik előtted, úgyhogy ezzel is tudsz egyszerűsíteni, hogy olyan képeknél, ahol abszolút semmit nem mondanak a színek, ott eltekintesz ezeknek a használatától, és fekete-fehérben fogod meglátni ezt a lehetőséget. Hogy én három képet, saját képemet bemutatom ebben a videóban, ahol van egy eredeti kép, amiből kiindultunk, vagy kiindultam, és leegyszerűsítve egy sokkal jobb végeredményt kaptam, ami már mások számára is megmutatható. Tehát nagyon fontos, hogyha azt akarod, hogy esetleg másoknak is tetszen az, amit készítesz, azok a fotók, akkor olyan képeket készíts, amik sokkal ütősebbek, sokkal jobban áthozzák azt a hangulatot, amiben akkor jelen voltál, és ehhez az egyszerűsítés egyik módja, hogy az elején említettem, az, hogy elhagysz felesleges elemeket, a másik lehetőség pedig, hogy fekete-fehérben kezdesz el gondolkozni. Ezek után bemutatom a három példát, amit mondtam, úgyhogy jó képnézés kívánok ehhez, jó fényt, és iratkozzatok fel a csatornámra, amíg nem tettétek volna, és lájkoljátok ezt a videót. Sziasztok! Ezen az első képen egy olyan kép látható, amit ellenfényben körülbelül a nap lemente előtt valamivel fényképeztem le, és jól látható, hogy a fenti még kiindulási képen minden látszik, minden, ami zavaró, a környezet, a villanyoszlopok, tehát ez az, amit el kell kerülni egy felvételkor, most az érzékeltetés példájának mutatom ezt be, és az alsó képen, amin már átgondoltam ezt a magát a felvételt, ott leszűkítettem, tehát a lényegre koncentráltam, csak a vízsugarakon átmenő kerékpáros, és a szűk környezet, tehát ami ö, magában a, a környezetben van, az maradt meg. A vízsugarakat pedig jól kihangsúlyozza ez a hátulról jövő fénysugár, ez a naplemente közeli fénysugár. Egyébként a felvétel az Balatonfüreden a kikötőben készült. Úgyhogy egy hasonló fényszituációt másnak is javaslok, amikor így egy ilyen nyíltéri szökőkúton valaki átrohan, és oldalról, vagy háromnegyedesen oldalról megvilágítja a fény. Tehát jól látható a kettő közötti különbség, és itt is a fekete-fehér konverzió az még hozzátett ehhez az egyszerűsítéshez. Ez a második kép egy tetőtájat mutat be. A felső kiindulási képen, jól látható, hogy tele-tele zavaró elemekkel, amit egy fotón el kell kerülni, és ezt szűkítettem le, jól látszik, hogy egy picit a rendezői jobb irányba elmozdultam, ott a kéményen látszik, hogy ott még nagyon belemetsz a felső képnél. Az alsó képnél viszont így sokkal harmonikusabbá vált a kompozíció, tehát háromszögekből, illetve négyzetekből, téglalapokból leírható ez a kép, valamint felesleges elemek lekerültek róla. Nem beszélve arról, hogy ez a fekete-fehér konverzió itt is jót tett, ugyanis ennek a képnek nem a legfőbb mondani valója az, hogy a színekből tevődik össze. Itt a formákra, illetve az árnyékfényhatásokra koncentráltam, és így ábrázoltam ugyanazt a tetőtáját, csak kicsit más szemszögből átgondolva és a lényegre koncentrálva. A harmadik példán egy tengerparti erődöt mutatok be, az a felső élet alsó kép között annyi a különbség, hogy az alsón már a számomra felesleges részeket eltüntettem, és másképp is álltam egy kicsit, tehát sokkal kompaktabb, zártabb kompozíciót kaptunk ezáltal, és a fekete-fehér konverzióval pedig a színekre való felesleges, ennél a képnél szerintem felesleges figyeléstől mentettem meg a befogadót, így egy jóval használhatóbb és szemrevalóbb kép született, Úgyhogy ezt a három példát akartam nektek megmutatni. Sziasztok!